Lehet a cipőjénél a derekán. Rogyaszfalád nem nyújtottnából átlépteten egy-két mozgattal. Nézd meg! Egy-kettő átlépteten. Közben a lába nem előre felnézem, nem fordítom. Könnyebben be tudja fordítani. Engedem el. Fogok rá, pattanozva két lába közé hátra. Nézd meg! Egész ide hátra. És ebből a helyzetből már húzom el. Szoros, és pattintom őt ki. És utána fordulok rá, és zárom őt a szemből. Egy nagyon nagy hiba szokott lenni igazából a tapasztalásos helyzetnél, pedig a lábaknak az állásával szokott a probléma lenni. Ahogy odaállunk kapaszkodni, nézd meg, ugye fölfelé néz a tenyerem, belefogok a kezembe, nézd meg, amelyik kezem alatta van, azzal ellentétes lábam van elől, és itt sincs hétágatás, megbeszéltük, hogy ilyen nincs, hogy itt. Jó? Tehát amelyik lábam elől van, az marad is elő. És most ebben a helyzetben ugye a másik hiba az szokott lenni ugye a megléptetésnek. Mondta a Máté bácsi is, hogy ugye szépen fogjuk, ráléptetjük ugye így a lábunkra, és innen fogjuk tudni fordulni. Na most nálatok az szokott történni, szépen fogjuk, és így elkezdjük beindulni vele. Ez szokott lenni a hiba általában. Nem. Lábamat leszúrtam, és szépen csak őt vezetem. Őt mozdítom, és amikor megfelelő helyre lépem, akkor pattanom be, és unok. Jó? Gyerünk oda.